Sokan szeretnek havazásban vagy frissen hullott hóban futni, hiszen ez egy különlegesen megnyugtató élmény, egyedi hangulattal egy olyan tájon, amit viszonylag ritkán lát az ember. Így gondolhatták azt a bátaszékiek is, ugyanis a hideg idő és a csúszós havastelep sem tántorította el a mozogni vágyókat attól, hogy részt vegyenek az immár negyedik éve megrendezett közösségi programon, amit a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Szervezett. Szekszárdra szoktam jönni többször, mert család egyik része itt lakik, a szekretár Jánosék azok rokonaim. Most egy ötfős csapattal jöttem ide. Harmadszor, negyedszer vagyok ezen a futáson, de szeretem a szekszári dombvidéket. A Borvidék félmaraton is szoktam részt venni, sőt már dobogóban is álltunk csapatként. Hát most két kört futottam, öt barátommal érkeztem Kecskemét mellől, Kerekegyházáról pontosan. Pont itt háttérben jön az egyik barátom, akit hoztam. Nagyon nehéz az extrémebb körülmények közt is, eleve a pálya is egy extrém pálya. És a hó még rátett egy lapát. Érdekes volt, az első kör szűz hóba futottam szinte, mert előttem négyen futottak, azt hiszem. Ötödikként mentem a barátommal, tehát azt menet közben lehagytam. És a második körre már le volt taposva az út. Ott kicsit más volt a viszony, kicsit csavargatta az ember bokáját, de érdekes volt. Lejtők is, emelkedők is, fantasztikus élményt adott ez a futás. Az amatőr sportolók a szekszárdi Borvidék egyik szőlő birtokán futottak. A résztvevők többsége 5, illetve 6 kilométert kocogott, de a legelszántabbak akár a 12 kilométert is megtehették. A férjem szokott ezen a rendezvényen futni, és most a nagyfiunk is úgy gondolta, hogy eljön, és gondoltuk, hogy bevállalunk egy kört. Nagyon jó volt, élveztük a havat. Csináltuk egy jó embert pihenésképpen. Nagyon örülök, hogy eljöttünk, és hogy közös élményünk volt. Az eseményhez közel 60-an csatlakoztak. Szent Péter szervező azt mondja, a program legfőbb célja az, hogy együtt legyenek, mozogjanak az emberek. A hagyomány már az idejében negyedik alkalommal rendeztünk itt futást. Van, hogy a molyos törzsőhöz futottunk, van, hogy itt a birtokon. Úgy gondoljuk, hogy ide jövünk, egy jót koszogunk, beszélgettünk utána egy kis forradból, vagy must, és jó telik a nap. Hát most a Szeleshát birtokon futottunk, volt lehetőség 5-6-12 km futásra. Keményebbek azok a 12 km választották, akik nem annyira, mint én, de én közben fényképeztem is, meg van egyéb tendő, és én csak 6-ot vállaltam. Van jótékonysági szél, ezt végül is a bátaszéki műfász szervezte, ők adakoznak itt, vagy mi adakoztunk, de ők egy jótékonysági célra ajánlják fel azt a bátaszéki hajléktalanoknak.